Magyarok, Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok, Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A Tolna megyei önkormányzat a Borjádi Petőfi méhesnél emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójára. Azon a helyen, ahol a forradalom leghíresebb költője, Petőfi Sándor szívesen töltötte idejét, és több ismert verse is ehhez a helyhez kötődik. A Kölesdi Zönge népdalkör és a Béri Balog Ádám általános iskola furulya szakkörének előadása után a 4. osztályosok adtak ünnepi műsort. Süli János miniszter beszédében a Tolna megyei történéseket vette számba. Kiemelte, hogy a megyei közgyűlés már március 21-én rögzítette a forradalom vívmányait, később pedig 2000 nemzetőrt állított ki, mikor erre szükség volt. 1849. augusztus 6-án viszont az osztrák megszállás Tolna megyét is elérte. A forradalom és szabadságharc öröksége a szabad és független Magyarország. Ahogy a miniszter fogalmazott, fontos feltétel Magyarország energiafüggetlensége, ezért létfontosságú Paks II megvalósulása, amely nemzeti érték is. Függetlenségi törekvések, azok fontos dolgok, hogy a nemzeti politika, nemzeti önrendelkezés, nemzeti tulajdonsága képviselte, az ma is ugyanúgy fontos, hogy az Unióban is szó van róla, hogy ezek akkor mi egy egyesült Európa része legyünk, vagy független nemzetállamok szövetsége. Mi azt gondoljuk, mi azt már próbáltuk a Európai Uniónak egyfajta változatát, Szovjetunió vonatkozásában, amikor megmondták, hogy mit csináltunk, mit gyártsunk, hűtőgépet mi, televíziót, esetleg rádiót, Bulgária, motorkerékpárt, Csehszlovákia akkor még. Úgyhogy ezt kipróbáltuk, ez nem vezetett sikerre, most mi büszkén szeretnénk az Unió tagja lenni, de úgyhogy mi magunk mondjuk meg, hogy mivel foglalkozunk, mit csinálunk, mik a magyar érdekek, és ebbe beletartozik az energiafüggetlenség is, ami ma piacról persze meg lehetett venni, aránylag jó áron, de a világ mindig változik. Ugye volt, amikor az olaj is nagyon olcsó volt, bejött egy olajvásár, és ez pont a 1-4 blokk építése kapcsán. Ott 70-ben állítottuk az 1-4 blokk építését, hisz az olajára olyan volt, hogy megépítettük 100 forintot, tehát a Tisza erővet, és akkor az volt kedvezőbb, azt akkor csak az élet igazolta, hogy atomerővet kell építeni. Paks térségfejlesztése is fontos szerepet kapott beszédében, alkalmassá kell tenni a régiót az ideérkező 8-10 ezer ember befogadására. Testvérvárosi kapcsolatoknak is ez egy fontos szintere, hogy nem csak a Balatonra, az országházba visszük el a barátainkat, hanem elhoztuk ide. Nem véletlenül, hogy ezt a rendezvényt, hogy a Telledit szervezte, ő ennek nagy mentora, hogy ismerje meg mindenki a vidéket. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke szintén ünnepi beszédében rámutatott, hogy a márciusi ifjaknak volt egy elképzelésük, milyen országban szeretnének élni, és ezért tenni is hajlandóak voltak. Elképzeléseik pedig a ma élőknek is vannak, hogyan fejlesztenék közvetlen környezetüket, a megyei önkormányzat dolga, hogy ez a segítséget is megkapják. Kiemelte, hogy nem csak Petőfi járt Borjádon a múltban. Tartottak megemlékezést az 1848-as forradalomra azokban az időkben is, amikor az ilyen megemlékezéseket még tiltották, valamint a népszerű zeneszerző és énekes Cseh Tamás is szerzett itt dalokat. Bízunk benne, hogy folytathatjuk a területi operatív programot, hiszen azt be kell fejeznünk, és utána különböző pályázati lehetőség. Bízunk benne, hogy európai források is megnyílnak majd számunkra, és akkor lehet fejleszteni ugyanúgy megyei szinten a településeket, a közúthálózatot, a turisztikát, az emberek élhetőségét jobbítani. Tehát lenne feladat bőven, mi készen állunk a feladatok ellátására, és azt szeretnénk, hogyha az emberek Tolna megyébe boldogok, és jól érzéssel tudnak itthon lepihenni esténként. Az ünnepség végeztével megkoszorúzták a Petőfi méhesnél kialakított emlékhelyet. A nap folyamán szabadidős programokon vehettek részt az emlékezők, míg Sárszentlőrincen az érdeklődők megtekinthették a Petőfi emlékházat, valamint emlékezhettek a szabadságharcra és a velünk élő történelemre.